Nagyon szépen köszönöm, doktornő, hogy eljöttél, és annak is tulajdonképpen örömmel adok hangot, hogy legutóbb, amikor beszélgettünk, amikor is megjelent, már nem is első kiadásban, az Afrika egy missziós orvos kalandjai Afrikában, akkor úgy emlékszem, azzal váltunk el, hogy hát most nem Ugandába mész, meg nem oda, hanem majd valamikor Nigériába, és meg fog születni az Afrika 2, tehát ez a kötet is. Hát megszületett, itt van, tűzön, vizen át Afrikában, és hát csodálatos, majdnem azt mondtam, hogy utinapló, de hát annál sokkal több. De azért is beszélgetünk többek között, mert elindultál 2 hétre Nigériába, ami hát nem egy kis ország, mert lakják vagy 200 millió, hogyha jól tudom, és azt viszont olvastam, hogy egy városba, ami ottani viszonylatban nem számít se kicsinek, se nagynak, mert vannak vagy 8 millióan ott, óbetűvel kezdődik a neve. Onitsha. Igen, Onitsha város, hogy ott fogtok dolgozni, és akkor elültél a repülőre, kimentél, és a 2 hétből lett egy 1,5 év körülbelül. Na szóval természetesen tudják a nézők, hogy itt a vírusjárvány szólt közbe, de hát akkor most, hogyha egy picit érzelmi húrokat pengetek, amikor leszálltál a repülőről, és másnap minden bezárt, akkor hirtelenjében mi jutott eszedbe? Pont az jutott eszembe, hogy akkor ment le a legutolsó adásunk egyébként, és ott be is jelentettük, hogy 2 hétre megyek. Egyébként ez úgy volt, hogy megérkeztem a reptérre, ami egy másik államban van, az Port Harcourtban van, 36 államból el Nigéria, és aznap persze nem volt wifi, és másnap még egy konkrét, hát 200 kilométer alatt azért az egy 6 órás út, ott elvergődtünk ugye Onitsába a kórházba, ahol ugye a Csókai professzor úrra mi már szereztünk egy ilyen wifi csináló készüléket, és ahogy beérsz, már ismeri a telefonom egyébként a kódot, és egyből volt wifi, meg pont áram is. Igen. És fantasztikus, hú, hazaértem a második családomhoz, és akkor látom a neten, hogy bezárták az összes repteret, tehát onnan már kész. Igen. De egyébként megmondom neked őszintén, akkor ezt nem vettem annyira mélyen, mert gondoltam, itt is nagy a baj, most tök mindegy, hol vagy, de ez most tényleg, ez így utólag már nagyon vicces. Nem, de hát lehet, de csak 2 hétre zártál be akkor. Akkor. Tehát mondom, úgyis 2 hétre akartam, hogy tök jó. De úgy gondoltam, hogy mi lesz, ha meghosszabb, ugye, én egyébként a 9. repülőjegyemmel jöttem az haza. Az bravo. Tehát ugyanaz, tehát nem került többe, csak 9-el kellett átcsekolnom. Ajaj, na most mikor írtál? Hát ez egy nagyon bonyolult történet. Ezt a férjemmel együtt írtuk, hiszen ő író, ugye Gregor Sándor a férjem, és úgy képzeld el, hogy ez a könyv már majdnem kész volt, és úgy volt, hogy még gyorsan kiszaladok márciusba egy kicsit, és akkor megjelenik. Igen. Csak az egy kicsit nem sikerült, és szeptember 13-án, amikor hazaértem, nyilván karanténnal kezdtem, és akkor úgy október-novemberben összeraktuk, és akkor úgy jelent meg most így adventre. Adventre megjelent. Na most természetesen én az egész könyvet nem fogom tudni felolvasni, és nincs is szándékomban, de sokkal okosabb, hogyha valaki megveszi, és ezt nem véletlenül hozom szóba, mert visszatérve Nigériára, és egyáltalán az afrikai utazásaitokra, itt nem csak arról van szó, hogy a missziós orvosnő gyógyít, hanem adományokat visznek, és tényleg az ottaniaknak nagyon-nagyon nagy szükségük van rá, mert nem mindenki él olyan túlzottan jól. És ezeket az adományokat meg hát nyilvánvalóan ti is, illetve az alapítvány is nagyon szívesen fogadjátok, és viszitek ki. Hát gondolom most azért feltételezem legalábbis, hogy amikor kiértetek, akkor nem elsősorban az adományosztás volt, hanem szerezni kellett maszkot, meg gyógyszert, meg kesztyűt, meg mindent. De én ezt azért hozom szóba 2 dolog miatt is. Az egyik, az van itt a bevezetőnél, Eliott írta, hogy nem bolond, aki odaadja, amit úgysem tarthat meg, hogy megnyerje azt, amit nem veszíthet el. Hát ez a 2 nagyon összefügg, és hát én nyugodtan itt az olvasók nevében is, és a rászorultak nevében is mondhatom, hogy miután hál' Istennek megjelent ez a könyv, ami nem is drága, de hogyha visszamegyünk a gyógyításra, akkor itt azt olvasom, hogy egy Afrika 2 könyvára egy maláriás beteg teljes életmentő kezelését fedezi, és a másik ugyanúgy a könyvárából 6 HIV tesztet lehet vásárolni. Hát akkor azok nevében mondom, hogy na, nem véletlenül került ez bele. Na most azért annyit mesélj el a könyvről, nagyon szép illusztrációk is vannak benne, könyvfényképek.
hogy szóval mi mindenről szól, azon kívül, hogy a dolgos napokról. Hát egyrészt, mert, bocsánat, mert mi megmutatod a környezetet is, és nem csak azt, hogy kételkértelen mit gyógyítasz, hanem azért mondtam, hogy nem úti könyv, de azért nagyon sok minden van benne, amit lehet élvezni. Nagyon mély hitről szól, mélyen, ahogy minket is átformált a férjem rákos betegségének, a gyógyulásának az egész története, hogy miért nem tudtam sokáig visszamenni. Utána arról is szól, ugye, hogy voltunk tifusz járványban, malária járványban, árvízbe, tűzvészbe, terrorakcióban. Hát igen, olyan sokan imádkoznak, értem, hogy na, de a lényeg az, hogy a legnagyobb élmény nekem az volt, hogy tavaly ugye kiment a család is, az Anna. Lányod? Lányom, igen, meg a férjem, a Gregus Sándor, és az Annának a portréi, azok nagyon jól sikerültek, azt talán neked is tetszenek azok a képek. Azért 60 oldalnyi színes kép van benne, többnyire a férjem is, én is csináltam, de többnyire Anna lányom. Tehát ez most már egy családi missziós történet is, és igazán azért adtunk vele ilyen sok képet, hogy hát, ha valaki nem szeret annyira olvasni, az is élvezze. De a lényeg, hogy igazából, ha valakit nem érdekel a missziós orvoslás, talán annak is érdekes, mert azért bemutatunk egy másik világot, ahol ugyan nyomorúság van, de sokkal több hit, boldogság, mosoly van, és ezt a szemléletet próbáljuk átadni. Tehát mi nem ilyen csontvázakat raktunk a képbe, hogy mindjárt ilyen hal, hanem, mint látod, ezekben gyönyörű szép mosolyok vannak, gyönyörű szép hit van. Tehát mi, akiknek százszor annyink van, és lehetnénk egy picit hálásabbak, nem olyan panaszkodósak, hiszen ők nekik, akiknek tényleg szinte semmiük nincs, azoktól tanuljuk a boldogságot és a mosolyt, úgyhogy ezt is át akartuk adni. Na most én olvastam a könyvben, hogy a munkát megelőzően, és visszaugrunk a kórházba, de hát leginkább a könyvről beszélünk, hogy tulajdonképpen a munka reggel mindig a kórháznak a kis templomában kezdődött, és akkor nyilván mi se volt, arra jutott eszembe, hogy egyrészt, hogy olvastam, másrészt, hogy mondtad a hitet, meg ima egy orvosért, ima egy betegért. Igen. Szóval ez a kettő olyannyira összefügg, hogy ott elválaszthatatlan. De hogy látod azt, hogy itthon, mert egyre többet, különösen most a járvány idején, szakemberek is, nem szakemberek is beszélnek arról, hogy kérem szépen, orvosok, gyógyító orvosok is elmondják, hogy tessék szíves lenni, a hitre is támaszkodni. Na most ez nem egy vallási műsor, nem arról szó, kedves nézők. De az, hogy talán-talán, ha késve is, de felfedezzük azt, amit akár az ázsiai, akár éppen az afrikai, talán jobban tudnak minni. Hát én Afrikában nem láttam ateistát. Láttam nem keresztényt, de nem láttam ateistát. Tehát ő nekik még annyira összefügg, hogy ők benne vannak a természetben, benne vannak az egyistenhit egyébként az a törzsi vallásuk is, és arra rátették azt, hogy most van megváltás Jézus, tehát nekik nagyon egyszerű volt a kereszténység, de a másik monoteista vallás, meg ugye az iszlám, az is ugye sokan abba hisznek. Elképesztő, hogy ott nem is értik azt, hogy mi az, hogy ateista. Tehát nekünk ezt nehéz elmagyarázni. De a lényeg az, hogy ha valaki nem hívő, akkor is csak valamiben hisz lefelé, nem valakiben. De akkor kapaszkodjon bele, hiszen akinek van tudása arról, hogy van túlvilág, van tudása arról, hogy a halállal nem lesz mindennek vége, az egy olyan belső magabiztosságot észlel, hogy abba a mély meggyőződésbe az immunrendszer is jó. Mi azt látjuk, amikor valaki összeomlik akár stressztől, akkor ugye könnyebben elérik ugye a daganatok, könnyebben elérik bármilyen betegség. És itt most nem arról van szó, hogy kézrátétellel majd mindenkit meg fog gyógyítani a Jézus, hanem arról van szó, hogy ha én összeomlok, és szomorú vagyok, én aznap lehet, hogy elkapom jobban a Covidot. Tehát, hogy ugye, nézd meg, kim voltam fél évig kint rekedtem, oké, volt valamennyi maszkunk, de hát nyilván gondolhatod, hogy nem arról volt szó főként, hogy mindenkinek minden 4 órában tudtunk adni egyszer használatosat. És mégis nem, hogy covidos nem lettem, hanem most tifuszos se lettem, maláriás se lettem, meg még ezer minden más lettem, egy karcolás nélkül megúsztam. Végig ott volt bennem az a mély meggyőződés arról, hogy a sok ima, nem csak Magyarországon, hanem ott a helyiek is, hogy imádkoznak értem, és ez valahogy megvédett. És ez nem azt jelenti, hogy ne védekezz. Nem azt jelenti, hogy ne vedd igénybe a nyugati terápiát, hanem azt jelenti, hogy nagyon sok részből állunk, és nem csak test vagyunk, hanem igenis a lélek is, és a lelket is rendbe kell tenni, akkor van egészséged. És hát ez, hogy mondod, hogy ott ateistával nem találkoztál,
De hát akkor talán Woody Allen eszünkbe juthat, aki azt mondta, hogy én ateista vagyok, Isten bizony. Na, egyébként nem. Én egy nagyon keresztény környezetben voltam, és ott azért nagyon fontos, hogy mi ugye a keresztény kultúrkörben azért Jézus Krisztusba hiszünk, és annak a megváltó erejébe. Ez természetesen senkit nem kényszerít arra, hogy csak ez a jó, vagy csak az a rossz, én ebbe hiszek, viszont az, hogyha valaki a saját vallásában megtalálja az integritást, igen, akkor az biztos, hogy nagy segítség. Jézusnak van egy külön örömhír, ugye, amit hozott nekünk, hogy meg vagyunk váltva. De a többi vallásban, például ugye, amit említettél az ázsiai keleti vallásokban is, azt látom, hogy ott is vannak olyan technikák, amiben hisznek, és ők is, hogyha úgy veszed, lelkileg egy egészséges környezetben sokkal könnyebben veszed azt a sok-sok körülményt, amiben vagyunk. Így van. Egyébként hát nyilvánvalóan a praxisodban is ez előfordul, hiszen megfordulnak a rendelődbe jó néhányan, és nem is azt kérdezem, hogy ezt alkalmazod, de hanem hogyan fogadják a betegek, ha netán ilyen szóba kerül. Azon kívül, hogy tessék szíves lenni bevenni a gyógyszert, mert az a legegyszerűbb. Nekem nagyon könnyű a helyzetem most, mert nekem a betegeim a rajongóim, és sokan olvassák a könyvet, és ezért tudják, hogy nem szabad panaszkodni. Most kérdezik, bejössz egy orvoshoz, és első kérdés, hogy mi a panasza. Igen. De ő nem panaszkodhat, mert tudja, hogy a doktoréka lehálásnak elleni. Szóval vár egy nevetéssel kezdődik, amikor kérdezem, hogy mi a panasza. Úgyhogy egyébként ők az adakozóim. Féltem, hogy most kirekedtem, majd megsértődnek, hogy akkor a feketéket választottam helyettük, de küldtek pénzt, küldtek imád, küldtek SMS, küldtek akármit. Igen. És hogy tartson ki, doktornő. Tehát igazából visszatérve a kérdésre, hogyha a könyv átformálta őket, és tudják, hogy hálásnak kell lenni, akkor boldogabbak. Tehát az az igazság, hogy nem kell őket reformálnom, megveszi a könyvet, hazamegy és dolgozik a könyv helyett. Ez az. Egyébként nem akarom elviccelni a dolgot, de már most te kezdted el azt, hogy mi a panasza. Tudod, mikor az állatorvos meg az emberorvos beszélget, és megkérdezik, hogy ki hogy gyógyít, és akkor kérdezi az állatorvost, az emberorvost, hogy hogy kezdi. Hát megkérdezem, mi a panasza. Ja, úgy könnyű. Hát ez na, az. Na de egyébként Afrikára visszatérve, és a könyvre is, mert ez itt benne van, hogy rád hivatkozzak, hogy Afrikának nagyon sok arca van, csak hát ezt itt Európában, meg a világ más részén nem nagyon értik, és nem nagyon tudják, de hogy mondtad, hogy hány tartomány, meg hány minden van ott, annyiféle. És valahol azt írtad, hogy érdekes módon Stockholm is, meg Szarajevó is Európában van, de mégis micsoda nagy különbség. Így hát van. Akkor ezek a nagy különbségek nyilván megvannak ott is. Így. Hatalmas nagy különbségek vannak. Úgy képzeld el, hogy most menjünk csak Nigériába, ez egy 200 milliós ország, ahogy beszéltük, kb. 150 millió ember él a létminimum határán, ami azt jelenti, hogy a WHO egy dollárba szumázza azt ugye naponta, ami a nyomor határa. És akkor van pár ember, akik nagyon-nagyon gazdagok, középosztály igazából nincsen, és ők, hogyha betegek lesznek, vagy valami nem várt kiadás van, nincsen megtakarításuk, ők teljesen tönkre mennek. Na most a vírus miatt ugye lezárták 6 hétre a piacokat, ez a 150 millió ember... Nincs állás, nincs munka. Teljes csőd. Most gondolj bele, mi be tudtunk vásárolni, hűtőszekrénybe raktuk, ott 30 fok plusz akármennyi, és nincs áram. Nem, hogy hűtő. Tehát, hogy? És amikor a harmadik nap nem tud kimenni, akkor egyáltalán mit eszik? És egyébként többen belehaltak a rendőri erőszakba, mint a Covid-ba, mert kiment. Mert én is kimennék, ha éhes lenne a gyerekem. Most gondolj bele, ezek borzasztóak. Na és akkor ugye vannak különböző régiók, vannak szegényebbek, gazdagabbak. Sajnos Nigéria nagyon gazdag olajban és ásványi kincsebben, de a Boko Haram terrorszervezet hát olyan szinten tönkretette a turizmust, hogy ugye már missziósokon kívül nem nagyon van senki, aki bemenne. Rettentő sok az erőszak, és a muszlimokkal nem volt semmi bajuk, csak a terrorizmus miatt egyre többen radikalizálódnak. Igen, és a keresztény üldözés olyan hatalmas szintre ment, hogy gyakorlatilag korrupció is nagy van, nagy a nyomor, na és egy ilyen országba bezárni a piacokat, az sajnos oda vezetett, hogy éhínség lett. Igen, hát jó, most itt vagyunk a rendelés végén, hogy úgy mondjam, de akkor zárjuk azzal, egy gyors kérdés, lesz Afrika 3 is?
Hát persze, hiszen jó. Most a kintrekedés az nincs benne, mert ugye most én ezt lefejeztük, és a kintrekedés, ami az az elmúlt fél évem, azt igyekszünk a jövő évben megjelentetni. Legyen úgy, és nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy eljöttél, és hát azért vigyázz magadra, a betegekre, a családra, és ez már szinte közhely, hogy igaz, hogy a stúdióban itt beszélgetünk, de tanúsíthatom, kedves nézők, hogy amikor jöttél, a televízió csatornáz rajtad, és ott volt a maszk. Így van, ott volt. Köszönöm még egyszer. Én köszönöm a meghívást.